Nagy hölgyeim és uraim, tisztelt közönségünk, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a 10. országos ifjúsági szólótáncverseny döntőin itt Tegelben. Ugye két előválogatón vagyunk túl, az Ödölői és a Nyíregyházi előválogatóban jutott be ide az a 67 produkció, aminek a kötelező táncai már a tegnapi délután folyamán lementek, és most pedig a szabadon választott táncok versenyén vagyunk. Úgyhogy kettő zenekart köszönhetünk. Elsőként kérem, köszöntsük együtt a Szikes zenekart. Szikes! Ők fogják kísérni a verseny első részét, aztán pedig majd a Bőkös zenekart köszönhetjük ugyanitt a helyükön. Engedjék meg, hogy mindenek előtt bemutassam Önöknek a verseny zsűriét. A zsűri tagja Lovasné Tiszai Zsuzsa, néptáncpedagógus, etnográfus, az Örökség Gyermeknépművészeti Egyesület elnökségi tagja. Szilárd Ilyen Újlaki Marianna, néptáncpedagógus, a népművészet ifjú mestere, örökös aranygyöngyös táncos. Gamarcsak György, a népművészet ifjú mestere, örökös aranysarkantyús táncos, Csokonai díjas alkotó, a Martin György Néptánc Szövetség alelnöke. Majoros Róbert, a székesfehérvári Alba Régia táncegyüttes művészeti vezetője. Szűcs Gábor, a népművészet ifjú mestere, a Jársággépi együttes vezetője, örökös aranysarkantyús táncos, Csokonai díjas alkotó. Most pedig akkor kezdődjön el a szabadon választott táncok versenye. Elsőként szólítom a színpadra Talián Flórát és kísérőpartnerét Talián Márkot, akik tyukodi táncokat táncolnak nekünk. Csak!